Hogy éltek elitek a mai versenyzéseteket? Hát szerintem nagyon pozitívan éltük meg mindketten. Talán még a nap elején egy kicsit mindketten feszültebbek voltunk, vagy kellett egy kis idő, amíg feloldódunk. Sajnos ez a vívás alatt nem igazán sikerült, de utána viszont szépen apránként építkeztünk és léptünk előre, úgyhogy egy jó versenyt zártunk. Ugye Michel, te ezüstérmes, világbajnoki ezüstérmes vagy ebben a versenyszámban, tavaly nyertétek, még Bruckmann Gergőben. Mit érzel ebben a versenyszámban jónak? Mi a legjobb ebben a versenyszámban? Hát pont azért nagyon izgalmas az öttusa, hiszen nagyon kiszámíthatatlan. Hát nyilván a vívás a legfontosabb, és az befolyásolja a legjobban a versenyt, szóval nyilván, hogyha az jobban sikerül, akkor előrébb tudunk végezni. És ez a tavalyi évben sikerült, ami sajnos ebben az évben nem. Szerintem most amúgy a Mixváltóra tartogatta mindenki a legjobb a kulcsembereit, hiszen azért látszódott, hogy azért nagyon erős mezőny összegyűlt itt, úgyhogy szerintem az mutatja meg, hogy ezen a helyen végeztünk most. Mi az, ami nehéz ebben a Mixváltóban? Hát az, hogy a nap elejétől kezdve egyből meg kell próbálni összehangoltan működni és dolgozni. Az nyilván nem a legegyszerűbb része, hogy egyből a legelejétől egymásra hangolódjunk, de szerintem ez szép lassan így összejött, és nagyon jó hangulatban telt el a verseny, és szerintem jól is sikerült. Nem tudom, a futásban most mennyire jött be ez a Ferrari sapka, de jelzem, hogy Leclercnek megint bejött, mert megnyerte Monzát. Szerencsét hozol most már neki. Hát ő is nagyon szerencsét hoz nekem, hiszen nagyon jól ment ma is a futás, a sapkának köszönhetően is. Úgyhogy mindkettőnknek az a legerősebb száma, hogy szerintem ez ki is jött szerencsére. Összességében visszanéztek a versenyre, a hazai világbajnokságra, akkor hogyan tekintetek rá vissza, milyen érzésekkel? Hát nagyon pozitívan éltem meg. Számomra ez egy nagy dolog volt, és egy jóval korábbi cél, hogy itt pályára léphessek. Nekem ez már önmagában egy elég nagy öröm volt, és hát megpróbáltam a maximumot nyújtani. Szerintem egy nagyon jó tapasztalatszerző verseny volt. Szeretném megköszönni a közönségnek az ekkora szurkolást és a támogatást, mert annyira sokat segít, főleg itt a Kincsenparkban éreztük azt a hangulatot, ami tényleg hozzásegített, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkba, és szeretnék megköszönni nekik.